nostro che sta dentro di te. Dio sia i Marcos a voi. Mi ho chiamato, perché ho meglio il trampolino. Dio sia i Marcos a voi. Mi ho chiamato, perché ho meglio il trampolino. Aspira qua, già un pietan, così marciato il polo di un'idea che è preso, per l'ovastatot, a mio chiam, se vengo a maga teljességében, néhány olyan fontos, biblikus jellemzői emeltük ki a hívő keresztények ember imádságának, mint például az, hogy a teljes ember belefér a mi imádságainkba. Egyáltalán nem mindegy, hogyan szólítjuk meg azt, akihez imádkozunk. Egyáltalán nem mindegy, milyen szívvel imádkozunk, és milyen szándékaink, óhajaink vannak. És azt terveztük, hogy Isten segítségével az Úr imádságát végigvessük mondatról mondatra, hátha ennek segítségével a mi imádságaink is gazdagabbak lesznek, hátha azok, akik ritkán vagy egyáltalán nem imádkoznak, kedvet kapnak arra, hogy imádkozzanak, hátha a mi könyörgéseink nem csak magunkról fognak szólni, hanem a másik emberről is, legyen benne nem csupán kérés, hanem hálaadás, bűnbocsánat is. Az első mondat, ami az Úrtól tanult imádságban benne van, ez a megszólítás. Jézus így kezdi az ő imádságát, hogy mi Atyánk. És testvérek, ez nem csupán egy megszólítás, hanem egy hitvallás is egyben. Amikor valakit megszólítunk, azt mondjuk, hogy keresztanyám, vagy keresztapám, vagy nagynéném, vagy nagymamám, akkor azzal kifejezzük azt, hogy kicsoda az az illető számunkra. Hogy mit jelent ő. És akkor, amikor Istent így szólítjuk meg, hogy Atya, akkor ezzel azt fejezzük ki, hogy ő kicsoda számunkra. Hogyan szólítod meg az Istent? Imádságaikban. Van, aki úgy kezdi a könyörgését, hogy Isten. Van, aki úgy kezdi, hogy Úr Jézus. Sokfajta megszólítás lehet, de azt láthatjuk, hogy Jézus összes imádságában a megszólítás így kezdődött, hogy Atyám, mindig így szólította meg a mennyei édesapját. És az Úr imádságának első mondata alapján három dolgot szeretnék kiemelni az igéből, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és része imádságainknak. Az első az, amiről kicsit beszéltem, hogy atyaként szólítja meg az Istent. A második az, hogy a többes számot használja mi Atyánk. A harmadik pedig az, hogy ezt mondja az Atyáról, hogy aki a mennyekben vagy. Az első tehát az Atya. Miért szólítja Jézus így az Isten, és miért szólítjuk mi is, hívő emberekként így az Isten? Vagy másként felvéve a kérdést, mi jellemzi ezt az Istent, hogy mi Atyának szólítjuk őt? Hát elsősorban azt, hogy Isten gyengét szeretettel
és mindenható hatalommal veszi körül az övéit. Kicsit úgy, mint a földi édesapák, de nem is lehet összehasonlítani, mert annál nagyobb szeretettel, annál nagyobb törődéssel, annál nagyobb gondviseléssel jól tudja, mire van szükségünk. Jézus is így fogalmaz az igében, a ti atyátok, mielőtt kérnétek tőle, nagyon jól tudja, mire van szükségünk. Ez egy találkozás, testvérek, amikor a gyerek találkozik az a mennyei édesapjával, és ebben a találkozásban mindkettőnek a szíve és lelke benne van. Ez nem egy hideg-rideg találkozás, hanem ez egy érzelmi találkozás is. Ide hoztam a szívemet, Jézus is, Krisztus is, meg az Atya is, meg a Szentlélek is, a Szent Háromság ide hozta önmagát, és várja, hogy ebben a beszélgetésben valami történjen. És amikor így kezdem a könyörgésemet, hogy Atyám, akkor ezzel kifejezem azt, hogy teljesen megbízom benne. Tudom azt, hogy te ki vagy. Tudom azt, hogy ki előtt állok meg. Tudom azt, hogy te gyöngéd szeretettel, kegyelemmel és irgalommal fordulsz felém. És tudom azt, hogy te nem fogsz elítélni engem. Nem fogsz hátat fordítani nekem. Atyám, te számomra fontos vagy. És fontos ez a beszélgetés is. És testvérek, amikor erről beszélek, értjük kicsit, hogy mi a különbség az olvasott imádság és a Istennel való beszélgetés között. Hát, ha csak olvasom az imádságomat, ha csak egy betanult imádságot mondok, akkor ez a meghitt, ez a mélységes, ez a személyes kapcsolat nem valósul meg, testvérek. Amikor így kezdem az imádságomat, hogy Atyám, akkor ezzel felismerem azt, hogy én fontos vagyok számára. Nagyon fontos. És testvérem, valahányszor imádkozol, valahányszor könyörögsz, valahányszor meghajolsz Isten előtt, és így szólítod meg, hogy Atyám, tudd meg, hogy nagyon fontos vagy neki. És tudd meg, hogy Isten teljességében figyel rád. Milyen gyönyörű. Amikor úgy kelhetek, annak a gondolatával, hogy itt van az Isten. És figyel rám. És figyel arra, hogyan felkelek, arra, hogyan megszólítom, és beszélgethetek az Istennel. A mennyei édesapámmal. És olyan jó az, amikor egyre meghitt közösségben lehetek vele. És így kezdődhet az imádságunk, testvérek. Nem mindegy, hogy honnan, hogyan imádkozunk, milyen lelkülettel. Nem mindegy, hogy rohanásba, vagy kicsit az elcsendesedéstől megyek az Istenhez. Kicsit rá készülök erre az imádságra, úgy megállok és elgondolkodom azon. De kit szólítok meg? Kivel van dolgom? Ki ez az Isten? És amikor ezzel elgondolkodom, akkor már is térdet hajtva el tudom mondani nekem azt, ami bennem van, mert ismerem azt az Istent. És tudom, hogy ez az Isten nem utasít vissza. És tudom, hogy ez az Isten hallgat kéréseimre. És tudom, hogy annak az Istennek fontos vagyok. Hogyan szólítod meg az Istent? Imádságaikban. Testvére. Isten nevét nem vegyük meg hiába. Isten nevét ne használjuk akármire. Mert az Isten neve szent. Hányan vannak manapság is, akik többször használják Isten nevét káromló szavakra, egymást szidva,
nem is beszélve arról, hogy esküdnek mindenre, még Istenre is, és olyan kevesen kezdik otthoni könyörgéseiket, imádságaikat, akár az asztal körül, vagy este, a családi hajlékban, vagy a napnak valamelyik szakában, hogy édesatyám. De hogyan is szólíthatja valaki úgy az Istent, ha nem az ő gyermeke? És itt már is feltevődik a kérdés, hogy mindenki Isten gyermeke. A Biblia határozottan megfogalmazza a választ, és azt mondja, hogy nem. Nem mindenki Isten gyermeke. Az, ahogy itt ülök a templomba, vagy bármelyik gyülekezetnek a tagja vagyok, az nem azt jelenti, hogy Isten gyermeke vagyok. Azt mondja az ige és Jézus maga is, hogy aki engem befogad, az látja az Atyát. Akik befogadták a Krisztust, azok Isten gyermekei. És addig, amíg ez a változás meg nem történik, addig, amíg Isten gyermekévé nem válok, addig nem tudom atyaként megszólítani őt. Addig nem tudok igazán imádkozni, addig nem tudok igazán beszélgetni Istennel. És csak azt tud imádkozni az Atyához, aki Isten gyermeke. Te Isten gyermeke vagy? És miben mutatkozik meg? Azért olvastam fel a tékozó fiúnak a példázatát, mert ez a fiú megtagadja mindazt, amit az Atyától kapott. És messzi vidékre távozik. Apátban lesz, távol az Atyától valaki, másnak talán a gonosznak, a sátánnak a szolgája lesz, ő lesz az Atya. Mert testvérek, aki nem Istennek a gyermeke, az az ellenségnek, a sátánnak a gyermeke, ha akarja elhinni, ha nem akarja, tudva vagy tudatlanul. És az egyre távolodik Istentől. Nem mindenki Isten gyermeke. Nincs garancia arra, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, Isten gyermekei vagyunk. Sokszor az imádságaink elárulják azt, hogy kik vagyunk, kié vagyunk. A sátán nagyon ragaszt, testvérek. Elhiteti velünk, hogy elég nekünk ennyi. Hogy itt legyünk a templomba, hogy adakozzunk, hogy része legyünk a közösségnek, hogy néha-néha elmondjuk a mi atyánkot. Nem elég, testvérek. És ne engedjük az ellenségnek, hogy ilyen apró dolgokkal próbáljuk bennünket meggyőzni arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Sokkal többről szól az. Arról, amit a tékozó fiú is megtapasztalt, visszafordult. Visszafordult. Előtte csak az atya pénze kellett, a vagyonok. Add ki! Megyek el, te halott vagy számomra. Utána már olyan szépen beszélt az Atyához. Miután hazamért. Visszatalált az Atyai házhoz. Testvérem, ha nem vagy Isten gyermeke, akkor vigyázz, hogy én szólítom meg az Isten. Előbb kérd meg őt, hogy fogadjon be az ő gyermekei közé. Kérd meg őt, hogy tegyen gyermekévé! És utána szólíts meg úgy, hogy édesatyám. Az is benne van ebben a kezdő mondatban, hogy többes számban szólítja meg az Atyát Jézus. Azt mondja, hogy mi Atyánk, és erről nem kell sokat mondani, mert ez egyszerűen azt jelenti, hogy nem vagyok egyedül. Nem vagyok egyedül. És ezt tudjátok, miért fontos, testvérek? Azért, mert otthon, a belső szobámban mondhatom azt, hogy mi Atyám. De egyedül vagyok. Vagy bárhol máshol a templomon kívül mondhatom azt, én is imádkozok otthon. Miért jönnék templomba? Azért, testvérek,
mert itt a templomban körülnézek, és látom azt, hogy a hit útján nem vagyok egyedül. És látom azt, hogy vannak testvéreim. És látom azt, hogy közösen kérhetjük Isten gyermekeiként az Atyát arra, hogy könyörüljön rajtunk. A megváltottaknak a közösségéről van szó, és újból megismétlem azokról, akik Isten gyermekei. Akik nem Isten gyermekei, azok nem tartoznak ehhez a közösséghez. Akik nem egy Atyának a gyermekei, akik nem egy Atya munkája által fordultak Istenhez, kerültek Istennel élő kapcsolatban. Nem tagjai ennek a közösségnek. De milyen jó az, hogy az apróban, vagy azok, akik megtapasztalták életükben, hogy Isten gyermekei, ehhez a közösséghez tartoznak. És arra kérlek, testvérem, hogy addig, amíg nem vagy meggyőződve róla, addig, amíg még mindig vannak akadályok az életedben, a hit útjára való lépésre, addig, amíg mindig a lelki szekere nincs rendben, addig ne nyugodj bele, abban, hogy Isten gyermeke vagy. És Isten gyermeki közösségéhez tartozol. Azok, akik Isten gyermekei, azok nem arra vágynak, hogy egyre többet legyenek távol egymástól, hanem arra, hogy egyre többet legyenek közel egymáshoz. Azok élvezik egymás társaságát, alig várják, hogy a másikkal együtt lehessenek, együtt imádkozhassanak. És azok, akik testvéri közösségben vannak, azok számára egyértelmű, természetes az, hogy az imádságnak helye van, hogy az igének helye van, hogy felvállaljuk egymás terhét, hogy egymás jó hírnevét visszük tovább, hogy egymás mellett vagyunk, hogy mindenben és mindenkor egymás javára cselekszünk. Testvérek, ez nem egy elérhetetlen dolog, hanem ez a valóság, amit olyan sok közösség megtapasztal. Amit mi is megtapasztalhatunk néha kisebb vagy nagyobb közösségben. Mikor közösen elmegyünk egy csendes napra, együtt imádkozunk, elmegyünk egyet énekelni közösen, megtapasztaljuk Isten jelenlétét. Igen, mondhatom azt, hogy sokszor egy közmunkában is, egy őszinte beszélgetésben is, hát mert testvérei vagyunk egymásnak. Vagy testvérei kellene lennünk egymásnak. De hát nem vagyunk mi szentek, és az, hogy néha ellenségei leszünk egymásnak, megtörténik velem is, mindannyiunkkal. Az, hogy néha nem testvérekért viszonyulunk egymáshoz, megtörténik, de testvérek, hát dolgozunk rajta, hogy egyre közelebb kerüljünk egymáshoz. De hát, hogyha nem vagyok Isten gyermek, akkor nem dolgozunk rajta. Ha meg az vagyok, akkor annál munkám. Amikor ezt mondja Jézus, hogy mi Atyánk, akkor ezzel kicsit azt is megkérdezi tőlük, hogy te vajon tartozol valamelyik közösséghez. Ha azt kérdezél tőled, hogy milyen közösségben érzed jól magad, akkor mit válaszolnál? Van olyan közösséged? És testvérek, hányszor sokunk válasz az, hogy nincs. E papíron fel vagyok jegyezve, vagy közösségben, nem tudom, zsabok, református egyházközség, vagy bármelyik másik, de nincs igazi közösségem. Vajon miért? És tudjuk szívvel, lélekkel itt közösségünkben azt mondani, hogy mi Atyánk, hogy egy Atyánk van, egy Atyának a gyermekei vagyunk. És ez minden felelősséget von maga után, hogyha az Atyának vagyunk a gyermekei,
akkor az egy hatalmas dolog, akkor az Atya utasításait követjük, az ő rendelkezéseit, az ő parancsolatait, azt, ahogyan ő csinálta, úgy csináljuk mi is, és így haladunk előre közösségként. Taníts minket mi atyánként imádkozni. És ezzel arra hív bennünket, hogy egyre inkább értékeljük közösségünket. Értékeljük a testvéri közösségeket. Várjunk a testvéri közösségeket. Akkor is testvérek, amikor valaki olyan könnyen elenged egy Isten tiszteletet. Az is elárul valamit. Amikor valaki olyan könnyen elmegy egy másik programba, és nem érzi a hiányát annak, hogy nekem itt kell lennem, nekem itt a helyem, a testvéri közösségben, az Atyámmal szeretnék találkozni, azokkal, akik testvéreim, és akik nélkül nem tudok előre haladni a hitnek az útján. Ott baj van, testvérek, ahol olyan könnyen elhagyjuk, félretesszük. Hát, minek az? És néha-néha örülünk annak, mikor nem kell elmenni. Vágysz a testvéri közösségben. Ha nem vágysz, akkor miért nem vágysz? Atyád az Isten. Isten gyermeke vagy. Imádságaiban ott van ez, hogy Atyám. Vagy amikor kimondod azt, hogy Atyám, mire gondolsz? Atyád az Isten. Az, hogy gyermeke vagy. És egy harmadik gondolat, ami benne van ebben az egy mondatban, így imádkozik Jézus, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. És ebben benne van egy végtelen alázat és gondolat, ebben benne van az, hogy amikor imádkozok, akkor nem zsebredugott kézzel, és orromat piszkálva, és így vagy úgy, ülve vagy állva, hanem azzal kifejezem, hogy tisztelem, és becsülöm a másikat. Én emlékszem arra, testvérek, kicsit sarkítva hasonlak, mint minden más, amikor iskolában vagy egyetemen az igazgatóságra kellett menni, valami ügyet megvizsgálni, vagy megbeszélni, de nem lehetett akárhogy menni. Kellett egy kiállás, kellett egy felkészültség, kellett egy megfelelő öltözet, megfelelő szavak. És ugyanígy vagyunk az Istennel is, nem akárhogy mehetünk hozzá, hanem alázattal és gondolattal. Úgy, mint akik tudjuk, hogy ő a világ mindenségnek az alkotója. Ő a csodálatos szentség, hogy Istennél minden lehetséges, testvérek. Minden lehetséges. És Isten elé mindennel mehetünk. Soha ne gondold az bárdőrök, hogy ez már egy mutakérés. Istennek ezt elmondani, ezt imádkozni, nem mutakérés. Isten majd az édesatyánk majd kiszelektálja, hogy mi az, ami a kérésünkből, az imádságunkból szükségeltetik, és azt megadja, és a javunkra van, és azt is megvizsgálja, mi az, ami nincs javunkra. És annak függvényében cselekszik. Aki a mennyekben vagy, aki mindenek felett vagy, aki már nincs határ. A tegnap este gyalogban az ados szolga példázata alapján hirdettem az igét, és mondottam azt ott a testvéreknek, hogy Istennél a megbocsájtásban például nincs határ, testvére. A mindenható Isten. Amikor oda megy hozzá az adós szolga, és elmondja neki Isten, hogy olyan sok adósságot van, és rájön arra, hogy nem tudja kifizetni, akkor azt mondja a szolga, hogy azt mondja az Ura, hogy menj el, elengedem a te adósságodat. És ezzel azt mondja a példázatban Jézus, hogy a megbocsájtás, annak az határtalan, Istennél sok minden határtalan, testvérek. Isten más, Isten mindenható, Isten mindenek felett való.
Ilyen Isten szólítunk mi meg, aki végtelenül megbocsájt, aki végtelenül szeret, aki végtelenül könyörül, aki végtelenül keres, végtelenül, végtelenül, végtelenül. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, és olyan jó, hogy így szólíthatjuk Isten. És olyan jó, hogy amikor úgy érezzük itt a Földön, hogy apátlanok vagyunk, hogy nincsenek atyáink, mégiscsak tudjuk, hogy vannak testvéreink. És mégiscsak tudjuk, hogy van édesatyánk. És hozzá mehetünk. Akkor, amikor a legnagyobb mélységben vagyunk, megyünk, vagy jövünk a testvéri közösségbe, és megszólítjuk atyánk. És higgyék el a testvérek, hogy egy megszólításban is annyi minden benne van. Amikor sóhajtok egyet, és azt mondom, hogy atyám, azzal már mindent kimondtam. És itt Jézus nem arra tanít, hogy hosszú barokk körmondatokban imádkozzunk. Itt nem azt mondja, hogy aztán vigyázz, mert mások is hallják. Mi azért félünk sokszor hangosan imádkozni, ugye? De hogy hallja másik az én imádságomat, mi köze van hozzá? Testvérek, Jézus nem arra tanít, hogy hosszú, hatalmas imádságokat mondjunk, hanem arra tanít, hogy szívünkből könyörögjünk. Hogy tudjuk, kivel beszélünk. És tudjuk, kire képes az, akivel beszélünk. És ne csak magunkban, magunkért, belső szobákban imádkozzunk, hanem amikor az van ebben az igében, hogy mi atyánk, akkor ez azt is jelenti, hogy közösen imádkozzunk. Nem csak az, hogy közösen mondjuk el a mi atyánkot, hanem egy ima közösség alkalmával erősítsük egymást az imádságban is. Én emlékszem, testvérek,